Jótékonysági rendezvényt szerveztek a Michelin Nyíregyházi gyárában, melynek keretében a dolgozók mintegy 235 ezer forintot gyűjtöttek össze, ezt követően pedig eldönthették, hogy az összeg mely szervezethez kerüljön. A felajánlás a József András Oktatókórház gyermekosztályának segít majd abban, hogy a későbbiekben egy speciális, magasfrekvenciás lélegeztetőgépet vásároljanak. Most az a tervünk, hogy az elkövetkezendő időben szeretnénk összegyűjteni egy olyan 8-9 millió forintot egy speciális lélegeztetőgépre, amivel az osztályunk nem rendelkezik. Ez egy úgynevezett jetventilátor, amivel nagyon kis súlyú koraszülötteket lehet úgy lélegeztetni, hogy minimális tüdőkárosodást eredményezünk náluk. Azaz a későbbiek során, hogyha életben maradnak, már pedig egyre többen maradnak életbe, a megfelelő szakmai munka és a szervezés következtében, akkor ezeknél a gyerekeknél minimális számban alakul ki úgynevezett krónikus, hosszantartó tüdőbetegség, amely végigkíséri a gyerekeket egész életükön. A főorvos hozzátette, a gyermekosztály alapítványának fő célja a különböző orvosi műszerek beszerzése, melyekre a felajánlott személyi jövedelemadó 1%-okból, magánszemélyek adományaiból, valamint nagyobb vállalatok támogatásából járulnak hozzá. 235 ezer forintot adományoztunk a gyerekosztály alapítványának. Ez a Michelintől érkezett, de valóban nem a cégvezetéstől. Volt egy dolgozói rendezvényünk, ahol a dolgozók adományozhattak, és megjelölték azt, hogy melyik alapítványnak adjuk át ezt a pénzt, és a dolgozók választása alapján döntöttünk emet az alapítvány mellett. A gyárigazgató hozzátette, a vállalat a társadalmi felelősségvállalása keretében iskolákat, gyermekképzéseket, egészségügyi intézményeket, valamint a közúti biztonsággal kapcsolatos rendezvényeket is támogat.